visszajöttek a focis cuccok, amint lássátok, azzal a különbséggel, hogy most 10 darab pörgetés, nem 500 dia, hanem 800 diamond, ugyanúgy 8 napig van bent, ugye, és hát igazából ugyanaz, csak drágább lett, úgyhogy ennek nem látom értelmét, de oké. Lehet, hogy csak nem kéne keresni ebbe a logikát, de rendben, kihasználjuk a lehetőséget, köszönjük szépen Garena, hogy visszarakod másodjára is. Szerintem nem csak drágább lett, hanem kevesebb eséllyel is nyitsz valamit. Na hát ugye, és akkor itt van ez a szett, ami már alapból megvan nekünk. Ugye ezt elsőnek vettem meg, amikor ugye bejött, ugye. Akkor 500 volt 10 pörgetés, ugye, van is róla videó amúgy. Tehát ott két itemet is kikaptam belőle, aminek nagyon örültem, főleg úgy, hogy illik is amúgy. Nem tudom, én olyan kicsi hülyeségnek örültem, hogy a hátán 10-es szám van, és akkor az úgy jobban kielégít több, mint ha például egy 7-es lett volna rajta, vagy valami ilyesmi, mondjuk az pont szerencse szám, de mindegy. És srácok, ha mindenki felkészült a nagy pillanatra, fel is vettem a focis bandült, mondjuk úgy, hogy ez is vonza nekünk ide a szerencsét. Második felvonás, focis cuccok. Hajrá, úgyhogy szurkoljatok. Srácok, nem húznám tovább az időt, vágjunk is bele, ugye 10-et fogunk pörgetni, mivel itt még kapunk mellé plusz 1-et, illetve 10-es pörgetésnél nagyobb az esélye. Vágjunk bele, én nem magyarázok többet, majd ha nyitunk valamit, mondjuk utána magyarázok. Úgyhogy 10 spin, igen, vágjunk is bele, izgulok picit, srácok, bevallom, úgyhogy go. Hoppá, 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 srácok, egy gatyát kérek még. Nem, a nadrág már nem jött sajnos, úgyhogy még lehet itt esélyünk, srácok. Főleg úgy, hogy ugye 10 spinnél kaptuk ki, tehát mondtam, hogy biztosan ki fogunk kapni legalább egy darabot, tehát ha most így meg lesz a 10, akkor tizedikre lehet, hogy megint kiad egy újat. Nézzük, jön a következő. Jó, 10. Nézzük hát, ha még. És sajnos már nem jött ki egy darab sem. Hát egy focis pólóval lettünk gazdagabbak. Hát erre nem tudom, mit mondjak. Jó, parasz, bassz meg! Te kéba! Oké. Egy, hoppá, itt vannak, aha. Pont ott előttünk. Jól van, előre megyek, most nem leszek beszari. Hoppá, de szarul ment ez a granyó, de végül sikerült megölni a kedves kollégát. Hoppá. Kemper kollega. Azt hiszem a fáraós elitpassz volt rajta, mi a fos. Vagy mi a szar. Mindegy. Hát, nem is tudom. Micsoda loot! A ballon hozta ide amúgy a cuccost. Esetleg valakinek nem esett volna le. Szóval nem csak úgy oda teremtődött a földre az a 4 fal, de... Hogy várjatok, 200 IQ. Én azt mondom, 200 IQ playbe nyomjuk, srácok, így chillbe, így iszok közben. Jön erre egy csávó, nem vesz észre, beprenkelem is, akkor még az vicces is lenne. És akkor lazámban, srácok, beszálltam a kocsiba, egy kis rádiót benyomok, meghallgatom a híreket, hogy mi a helyzet, aztán megyünk tovább, nem kell komolyan menni. Aha. Tudtam, hogy jó lesz ide az M4. Csak nehogy a Danger Zone jöjjön meg, mi eléggé valószínű. Fullos 4-es vesztöcsém. 10-en néznek, oh my god. Kíváncsiak az emberek, hogy
mit fog csinálni ez a kriminál player, hogy hogy fogja lehozni a meccset, hogy micsoda taktikszokkal fog ő elődrukkolni, hát rendben, rendben. Ó, dobtak is egy lájkot, mi a fasz? Vajon ez a véletlen műve? Vagy talán van valami indoka is neki? Nem tudom, srácok. Szerintem az az indoka neki, hogy lássák, hogy kurva Vincenzósan játszok. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de szerintem ez az indoka neki. Nem fogjuk a hangán. Aha. Egyre szarul csináltam. Aha, ma ott is van. Arra is lesz szenemi amúgy. Jó. Mi a fasz? Ebben nem hal bele. Ne? Jó. Nem tudom mivel lőtt, de... Nope. Eltolunk egy ilyet is. Jó, jó vagyunk srácok, csak nyugiba. Csak nyugiba. Jó, meghalt Pali. Ne felejtsük el, hogy még hárman élnek, szóval... Az egyik biztos Klocknál lesz valahol. Király. Jó, 200 IQ. Jó, mégse. Az meg. Mi akarok ennyire jól csinálni valamit, baszk? Úgy akarom, hogy felmegyek a izével és úgy fogok lelőni valakit. Ami nem fog sikerülni, mert mindjárt jön a kör. Vagy mégis? Már nem fog sikerülni. Mindig hárman élünk. No? Szarul raktam. Leesett a Pali? Nem. De a csávó kezd beragadni. No? Ne! Jó, megvan! Mi? Nincs meg, geci! Na jó, mi a fasz? De nem azt jelezt, hogy kettő ember elinimated lett? Mi a rák? És ez nyeri meg, öcsém, vágod? Ez nyeri meg, geci! Ez második, ugye? Ja, mindegy. Á, mindegy, ez az én hibám volt, mindegy. Szerintem elég jó meccs volt. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, srácok. A focim ez az brutál. 57 pont, tehát az is elég brutál. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok, srácok. És akkor a ti tiszteletekre nyomok egy ilyet. Szevasztok!